egészen rendkívüli körülmények között két olyan fiatal emberrel, akiknek minden esélyük, minden lehetőségük megvan arra, hogy ők egy év múlva ezen boldog emberek közé tartozzanak. Kettőjük közül természetesen a kormányos Mitch Busa tapasztaltabb. Már 12 éve versenyez a tornádó osztályban, többnyire Ausztráliában. 1989 óta alkotnak egy csapatot. Világbajnokságot is nyertek már, és szavaikból érződött, nagyon jól kijönnek egymással. Pedig John Forbes még csak 5 éve versenyző. Ausztráliában, mivel soha nincsen igazi tél, az év folyamán minden hétvégén részt vesznek valamilyen regattán, aztán július-augusztusban átrándulnak Európába, mert ekkor van náluk ott lenn a déli féltekén tél. Mitch meghívta operatőrünket, próbálja meg saját magát, és nem utolsó sorban a kamerát megtartani az ilyen sebességgel száguldó hajón. Azt hiszem, az eredmény, a látvány lenyűgöző. Testközelből látva a két kiváló versenyzőt, gondolom nézőink is hasonló véleményen vannak. A tornádó hajóosztályban, a hajó különben, mondja Mitch Busz, 20 láb hosszú. Ez az egyetlen katamarán, azaz két törzsű típus az olimpiai versenyeken. 10 láb széles árbóca pedig 31 láb magas, magyarul hossza 6 méter, árbóca 9 méter. Egyedi tervezésű, nagyon fürge hajó, és ha vannak nála gyorsabbak is, ennek a felépítése a legtökéletesebb. Ausztráliában körülbelül 20 tornádó egység küzd egymással, közülük 5-6 a világ első 15 legjobbja közé tartozik, vagyis egymás közti viadalaik nagyon jó felkészülési lehetőséget jelentenek az európaiak és más földrészbéliek ellen. Mitch, aki egyébként egy kisebb építőipari cég tulajdonosa, elmondta még, hogy az idén már jóval kevesebbet foglalkoztak eredeti munkájukkal, annál többet a vitorlázással. Igyekeznek minél jobban felkészülni a jövő évi barcelonai játékokra. John már szinte kizárólag csak a versenyzéssel és a hajóval foglalkozik. Mitch még nem vált meg egészen munkahelyétől, de ő is most már több időt tölt vízen, mint szárazon. Hajójuk ebben a szélben tényleg szupergyors volt. Sebessége időnként elérte az 50 kilométert is óránként. És hát persze ők azt sem bánták, hogy a kamerával együtt a végén nagyon-nagyon vizesek lettek. Most következik annak nem.